Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket. Új évben, új lendülettel, újszerűen. A mai kedves vendégem Király Éva, hangképzőének tanár, és nem titkolom, régi barátnőm. Nagyon messzire fogunk visszamenni életünk igazán fiatal korára, és készüljenek fel, mert csodák és kincsek tanúi lehetnek. Nagyon köszönöm, hogy végre elfogadtad a meghívásomat. Nem titkolom, hogy évek óta kérem, hogy gyere vendégnek ide, mert amit mi átéltünk, az egy rendkívüli csoda, és nagyon-nagyon szép. Nem könnyű, de nagyon szép történet. Köszönöm. Hát a mi barátságunk, a mi ismerettségünk a Ciszterci Szent Imre templom kórusában kezdődött. Egészen ifjúak voltunk, te még ifjabb, mint én. És ott énekeltünk. Te az altban, én a szopránban. És aztán hogy folytatódott? Mellettem állt egy hölgy, aki akkor végezte el a Zeneakadémiát, és Pallagi Juditnak hívták. Sokan ismerik őt, a Tóth Aladár zeneiskolában van azóta is. És hallotta, hogy milyen ő általa szépnek gondolta az én hangomat, és elhívott, hogy legyek az első tanítványai között a zeneiskolában. És én boldogan elvállaltam, és innentől kezdve a rajzot, mert hogy rajzszakon jártunk a mellette lévő gimnáziumba, azt elhagytam teljesen, és akkor kezdődött, hogy egészen a zene felé fordultam. Bocsáss meg, még volt egy másik tehetséged is, színészi tehetséged is volt. Azért azt ne felejtsük el. Hogy... Hát igen, az egyetemi színpadon játszottam, de ez inkább egy kedves emlékem, mint sem, hogy valami komolyabb dolog lett volna. Tehát elkezdtél énekelni Pallagi Juditnál. Igen, és nagyon szerettem volna oratórium énekesnő lenni, minden vágyam az volt, hogy Händelt és Bachot énekeljek, és felkészített Judit a felvételire. Nagyon érdekes történet volt. A felvételén pedig nem más utasított el, mint Sík Olga tanárnő. Erre visszatérek, és nagy szomorúsággal vettem tudomásul, hogy én oda nem kerülök be. De Judit nagyon ügyes volt, és azt mondta, hogy próbálja meg a jazz tanszakot. És ide rögvest felvételt nyertem, és el is végeztem. 83-ban végeztem a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola jazz énekszakán, akkor ez a legmagasabb szintű zenei képzettség volt jazzben, ma már tudjuk, hogy a Liszt Ferenchez tartozik ez az intézmény, és nagyon, még vissza fogunk térni Sík Olga tanárnő személyéhez, de ezt a 10 évet röviden vázolnám. A jazz tanszak elvégzése után nagyon sok produkcióba hívtak. Katona Klárival turnéztunk, Babos Gyulával, Szakcsi Lakatos Bélával, Presser Pici produkcióiban tevékenykedtem, Zorán turnéiban felléptem, és sorolhatnám, de azt hiszem, hogy akkor itt ülnénk nagyon sokáig. És most visszakanyarodnék Sík Olga tanárnő személyéhez, hogy elégedetlen voltam a hangommal, vágytam egy fejlődésre, és Katona Klári elvitt Olga tanárnőhöz, aki szúrós szemekkel nézett rám, és az elején nem is szívesen látott. És képes voltam éveken keresztül a kis padon ülni, ott ültünk együtt Falusi Mariannal, Zsédényi Zsédával, Szekeres Adriennel, Szulák Andreával, és telt múlt az idő, és én mindent magamba szippantottam. És Olga néni egyre jobban elismert és kedvelt engem, mint tanítványt, és egyszer csak az ő székében találtam magam. Mert olyan idős volt már, hogy nem tudott annak a zeneiskolának a lépcsőin fel menni, és akkor én helyettesítettem őt 5 éven keresztül. De közben történt a magánéletedben is egy nagy történet. Igen, ez 1992-ben, amikor már a
gyermekáldás úgy nagyon hiányzott az életemből, akkor történt valami, hogy egy kis babát vártam, és időközben kiderült, hogy nem tarthatom meg a babát, mert hogy méhnyakrákom van. Nagy pánik volt, és te voltál az, aki elvittél Lajos atyához, valamint Katona István atyának az előadásait hallgattuk együtt. Pontosabban, amikor kiengedtek a kórházból, azzal engedtek ki téged, hogy három hónap haladékot fogsz kapni, mert a méhedet is el fogják távolítani, biztos, ami biztos. És te azt mondtad, hogy nem. És akkor kézen fogtalak, elvittelek Lajos atyához, és te elvágólag változtattál életmódot, már ami a táplálkozást illeti, és az erős hitednek köszönhetően történtek a továbbiak. Olyan dolgokra emlékszel, amikre én már nem. Valami oka ennek bizonyára van, de hát mondod az erős hétemet. Amikor az ember belekerül egy ilyen dologba, akkor végzi a dolgait, és nem nagyon néz se jobbra, se balra, hanem a meggyőződését követi, és akkor ebből valami lesz. Igen. Hát ez a diéta, amit Lajos atya ajánlott, ez kőkemény diéta. Volt. Sajnos. Nyerskoszt, sárgarépalé. Igen, teljes nyerskoszt, és semmi tejtermék, semmi hús, semmi szénhidrát nem volt. Azóta ezt persze már régen letettem, és a múlté, de azért időnként kényszerűségből alkalmazom. Nyilvánvaló a gyógyuláshoz ajánlotta őt, nem egy egész életre. De emellett, ugye ez a testi oldala, sokkal fontosabb volt a lelki oldala, amiben szintén társak voltunk. Valóban az is egy gondviselésszerű volt, hogy Katona atyához tudtunk mi járni rendszeresen, azt hiszem hetenként volt egy este, amit ott imádságban töltöttünk. És nagyon sokat kacagtunk, arra emlékszem. Katona Istvánról is találtam az albumban képeket, és ő volt a keresztelő papja a gyermekeimnek. És nagyon-nagyon szép emlékeket ápolok vele kapcsolatban. Igen. Mind a két ember, aki a gyógyulás felé vezetett téged, azt gondolom, hogy a maguk módján, a maguk eszközeivel segítettek, de akiben a csoda megtörtént, az te voltál. Hiszen eltelt egy fél év, és a méhed megmaradt, és kontrollra mentél a Kégolyó utcába. Igen, dr. Sárosi Zsuzsannához, aki azt javasolta, hogy most megpróbálhatjuk ezt a gyermek dolgot. Mert nem lehet tudni, hogy aztán később mi lesz. És egy pár hét múlva, talán 6 hét múlva? Igen, kiderült, hogy gyermekeim lesznek. Rögtön már, hogy igrek? Hogy 2. Telt múlt az idő, akkor én még dolgoztam, emlékszem, a Rock Színházban tanítottam, és de hát nagyon nehezen viseltem ezt a terhességet, úgyhogy a fél életemet már akkor ágyban töltöttem. És a fél idő táján kiderült, hogy hop-hop, ott van valami a Ferike fiam mögött. És hát nagyon megijedtünk, mert akkor még az országban 2 darab olyan ultrahang készülék volt, ami ennyire komolyan megállapíthatta volna a babáknak a fejlődését, és egy hetet várnom kellett, hogy az egy micsoda. És rettegtem, az a hét az rettenetes volt, hogy vajon nem egy daganat megint. Mert akkor ennek az egész dolognak véget kellett volna, hogy vessenek. És hát ugye az elsőt sem hevertem ki éveken keresztül, úgyhogy ez mindenféleképpen egy borzasztó csapás lett volna. És amikor emlékszem arra,
hogy pont egy dobos kollégám is vitte a feleségét, és ott várakoztunk a férjemmel, és mire sorra kerültünk, nagyon kedves doktor úr megmutatta, és három csodálatos halacska úszkált, és megemlítette ez a doktor úr, hogy hát hála Istennek nincsenek összenőve, és nincs semmi probléma, és az a harmadik halacska az Iván fiam volt, aki nagyon vidáman fickándozott ott. És mindezt úgy, hogy semmiféle orvosi segítséget, semmiféle hormonkezelést, vagy bármi ilyesmit nem kaptál, hanem egyszerűen a Jóisten úgy gondolta, hogy ezt az asszonyt én megjutalmazom egyből három gyerekkel. Emlékszem, hogy sírva nevetve hívtál fel, tehát hol sírtál, hol nevettél, mert azért egy ilyen hír azért megrázza az embert, hogy úgy tűnt, hogy nem lehet soha gyerekem, és ehhez képest most három van itt a szívem alatt. Ez nagyon jó élmény volt attól kezdve. Azonnal befektettek a Szent István kórházba, és ott volt egy külön szobám. És azt kérdezte mindenki, hogy hogy bírom én a magányt. Ráadásul, bocsánat, hogy ilyen szarkasztikusan említem, de a patológiára nézett az ablakom. De hát ez annyira nem volt érdekes. Hát a legjobb társaságban voltam, végig kommunikáltunk mind a három gyermekemmel, és egészen különleges kapcsolatunk volt, és már akkor megmutatkozott, hogy milyen a jellemük, meg milyen a habitusok, hogy viselkednek. A mai napig bennük ez megmaradt, hogy mindenkire ez a része is jellemző. És aztán nagyon szép ideig, 35. hét végéig hordtam őket, és császárral akkor megszülettek. Nagyon szép súlyuk volt, készültünk a jövetelükre az én orvosommal, dr. Siklós Pállal, mindenük ki volt fejlődve, csodálatos a tudomány, mert ugye nagyon készültek a koraszülöttségre, és ezért olyan készítményeket kaptam injekcióban, hogy a tüdejükkel ne legyen gond, mert tudták, hogy előbb jönnek a gyerekek, és valóban nem lett gond. Ez egy olyan csodálatos dolog. Nos, megszülettek december 10-én, Évikém 2 kg 160 deka, Ferikém 2 kg 130 deka, és Ivánkám a picikém 1 kg 65 deka. Igen, majd most mutatunk képeket róluk. Hát őszintén szólva mind a három gyönyörű volt, de én főleg a későbbi képeket nézegetve, ha nem tudnám, hogy ők ikrek, még azt se gondolnám, hogy testvérek, mert annyira három-három félék, biztos van egy csomó közös tulajdonság, például a zenei tehetség, mind a hármukban. Ők három petélyű, hát attól ikrek. Függetlenül testvérek és ikrek, mert hogy a zenész család, tehát azért arról ne feledkezzünk el, hogy a te kedves férjed egy neves zenész. Egy hős. És mellette egy hős. Így van. Muck Ferenc. Igen, hát Muck Ferenc szerintem az országban az egyik legeredetibb és legzseniálisabb szaxofonművésze, és most már a 38. házassági évfordulónkra készülünk, tehát elmondhatom, hogy egy hős is egyben. Igen, akinek nem mellesleg nagyon jó humora is van, amellett, hogy a szaxofon egyik legjobb, legavatottabb művésze. Igen, az a felvétel, amit róla fogunk látni, az egy paksi Makovec templomban készült, és jó barátjával, Hirleman Bercivel játszanak barokk zenét. Akkor térjünk vissza most egy kicsit a babák korára. Ott volt három pici baba. Hát az egy elég sűrű időszak volt neked, de gyönyörűen nevelted őket. Emlékszem, hogy mikor iskolába mentek, akkor már mindent tudtak, sőt, talán többet is, mint amit egy 6 éves gyerek. Biciklizni, úszni, nem tudom, 1000 helyre, tehát valami egész elképesztő sok energiával. Azt hiszem, hogy akkor
akkor ez volt a te fő, nyilván fő tevékenységed, nevelted őket, és oktattad őket. És az iskolában is nagyon sikeresek voltak. Egy nagyon vicces történetet, ha megengedsz. Nagyon fáradt voltam már a 2 éves koruk után, és gondoltam, hogy beadom őket egy félnapos bölcsődébe, és akkor én ott fél napig picit pihenek otthon. És próbanapra mentünk egy bölcsődébe, ahol olyan dolgokat tapasztaltunk, ami egyiküknek sem tetszett, és úgy egymással néztem a 3 gyerekkel, és megkérdeztem, hogy na, akarunk-e ide járni? És így rám néztek, mondom, ide nem. És akarunk ide visszajönni? Nem, sohasem. És akkor felvették a kis hátizsákjukat, és elindultak így szépen utánam, és mondták, hogy mert ide mi soha többet nem jövünk vissza. Hoppá! És ez így is lett. Na és aztán az óvoda viszont egy nagyon-nagyon jó hely volt, nagyszerű szakemberekkel, és a mai napig nagyon szívesen emlékezem ő rájuk. És az iskolában is jeleskedtek, mindegyikük a más helyen, az ha jól tudom. Igen, 2 nagyon-nagyon jó élmény. Az egyik az énektanárnőjük, aki a kórust vezette, és gyerek kiskoruk, elsős koruktól kezdve kórusosok voltak, és nagyon-nagyon jó előadások voltak, és élvezték a kórust. A másik pedig a zongoratanárnéniük, Erzsike néni, azóta is úgy vagyunk vele, mint családunk tagjával. Tehát egy ilyen zongoratanárnő, az nagyon bele tud az embernek az életébe épülni. Én a magam bőrén érzem a hiányosságaimon keresztül, hogy amikor én annyi idős voltam, hogy milyen érzelmi megpróbáltatások voltak, hogy évente váltották egymást a tanárnők, és akkor mi végre találtunk egy zongora tanárnőt. Hát ez egy nagy élmény volt. Hát a muzsika világába, egy egész új világba ők vezettek be. Az otthoni muzsikálásotok, a ti, amit a Muki és te csináltál, az nem annyira fogta meg őket? A férjem ezt olyankor végezte, amikor a gyerekek óvodában vagy iskolában voltak. Tehát igyekezett otthon nem zavarni a gyerekeket. Az én tanítványaim időnként, mikor eljöttek, azt nem nagyon szerették a gyerekek. Emlékszem, hogy pont Iván volt, aki berobbant egyszer, és ráordított a tanítványa, hogy te most már menjél haza, mert olyan hamisan énekelsz, hogy nem akarlak látni. Tehát ilyen vicces. Őszinte a gyerek. Őszinte és vicces, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy azért az otthon maradjon otthon, és igyekeztünk külön választani. És a zenei pályát, erről majd később, tehát valamelyikük a zenei pályát is választotta. De hát akkor ma legyünk konkrétak, a két fiú milyen pályára ment? Hát ők a banki szektorban dolgoznak, tevékenykednek, egy saját cégük van, mert hogy nyertek egy startup versenyen, és ők a, szabad mondani, a Family Finances-nek a vezetői és tulajdonosai, mert hogy ők mesterszakon elvégezték a Corvinus Egyetemet, és ugyan Évi is elvégezte szintén mesterszakon a Corvinus Egyetemet, de ő lett csak professzionális zenész. Igen. És a fiúk, ők csak zenélgetnek, de vissza-vissza térnek. Akkor Éviről most felolvasom, hogy egy újság mit írt 2016-ban valószínűleg. A 18 éves Mukéva nyerte az Egyesült Államokban rendezett Queen of Strings, a húrok királynője versenye, a világ legjobb basszusgitárosa díját. Ő szemtelenül fiatal, iszonyatosan tehetséges és rendkívül szerény. Ez igaz, ugye? Igen, ez egy 4 éves cikk, és nagyon meglepődtünk mi is. Igen, akkor most nézzük meg ezt a felvételt. Thank you.
Amióta gyerekek megszülettek, most már 25 év telt el. Kirepültek. Egy picit könnyebb az élet, de talán üresebb is a ház. Ennek is megvan a maga szépsége. Most hogy éltek a férjeddel otthon? Megéltük mind a ketten a kiürült fészek szindrómát. Ezt egy kolléganőm mondta, hogy ez az, amikor ürességet és gyászt érzel, és folyton sírnod kell, és nem tudod, hogy miért. És akkor eltelt ez az időszak is, és mind a ketten belevetettük magunkat a munkánkba, ami hála Istennek nagyon tevékeny és nagyon szép dolog, hiszen mind a ketten azzal foglalkozunk, amit szeretünk. A férjem a Kodolányi Egyetemen tanít, amellett, hogy nagyon sok fellépése is van, hál' Istennek a mai napig. Nekem a fellépések egy picit visszábszorultak, de azért azok is vannak kiállítás megnyitókon időnként. És két nagyon-nagyon jó helyen tanítok. Az egyik 15 éve. A Baptista Teológiai Akadémián vagyok hangképző tanára Gospel szakon. Ez szintén egyetem lett idén, és ez egy nagyon-nagyon jó munka. Ketten vagyunk énektanárok, Munkácsi Bea a barátnőmmel, és az én főnököm az egy olyan, nagyon jó, ha van egy jó főnöke az embernek, Almási Kornél tanár úr, aki mindig tudja, hogy melyik tanítványt kihez kell küldeni. És én mindig azokat a tanítványokat kapom, ahol indokolatlanul hangi problémák vannak. És ez nekem egy nagy kedvencem. Tehát kibányászni, ami nem orvosi eset, hogy mi ennek az oka, és a megfelelő helyre irányítani a hangot. Nekem az az érzésem, miután hasonló a hivatásom, hogy benned is pontosan azért, mert átélted azt, amit átéltél, nagyon gazdag életed van, nagyon nagy mélypontokkal és nagyon nagy magasságokkal, sokkal erősebb az empátia benned, mint egy átlag emberben. És pont egy ilyen hangképző feladat, akár beszéd, akár énekhang, biztos, hogy óriási beleérzést, együttérzést, együttrezgést igényel a
a tanártól és a klienstől egyaránt. Vagy tévedek? Hát egyáltalán nem tévedsz. Ez tulajdonképpen olyan dolog, ami engem a mai napig 36 év után lázba hoz. És azt gondolom, hogy ebben tudok én segíteni másoknak. És nagyon-nagyon jó ezt látni, és tapasztalni, és megélni, hogy ezt én egyszerűen tevékenyen végzem. Igen. És nagy szeretet és hála van a tanáraim iránt, akiket említettem, hogy én képes voltam tőlük tanulni. És azért nem csak ez irányban dolgozom, mert van egy másik munkahelyem is, az első kerületi Petőfi gimnázium, ahol a kamaszokkal foglalkozom. Ott mindig van kaland. Igen, énekzeneórák, az énekzeneórák. És igyekszem nagyon izgalmas énekzeneórákat tartani. Most éppen a végzősök a kedvenceim. Mondtam nekik, hogy ne érezzék úgy, hogy púp vagyok a hátukon, mert hát ugye érettségire készülök, most egy énekzeneóra azért annyira nem érdekli őket. És olyan témákat választok, ami nagyon szorosan kötődik az érettségi, irodalom érettségi tananyaghoz. Uh-huh. És ezáltal duplán kapják azt uh-huh. az anyagot, csak más szempontból. És nagyon jók a visszajelzések. De jó. Kórusom van, fellépünk, volt karácsonyi műsor, vidéken, karácsonyi műsor az iskolában, úgyhogy reggeltől estig énekelek. Ezért még a gyerekekről szeretnélek kérdezni, hogy abban az időben, amikor annyira kicsik voltak, meg messze is laktunk egymástól, nekem is kisgyerekeim voltak, nem tudtam utána már annyira szorosan követni az életedet, mint pont a születés körül, hogy az, hogy három egyszerre született, ők közöttük milyen a viszony, hogy milyen lehet ikernek lenni, pláne, hogy kettő ikertestvérem is van. Nagyon nagyon szépen nyilatkoznak, és a mai napig nagyon erőteljes a kötődés. Köztük hármójuk között is, és mi közöttünk is ötünk között. És nagyon érdekes volt azt meglátni, amikor én, már nagyobbacskák voltak, tehát a nagyobbacskát azt másfél éves korukra, vagy inkább talán még egy éves koruk előtt, amikor kis székekben ültek a szobájukban, és várták azt, hogy én melegítettem a kis ételüket, és hoztam. És megjelentem a szobában, és elhallgattak, mert előtte ők baba nyelven beszélgettek egymással, tehát egy olyan kommunikáció volt közöttük, amit én nem érthettem. Uh-huh. És ma is biztos van egyfajta közös, ha nem is beszéd, valamilyen közös. Nem szeretem ezt a rezgés szót, de nem tudok jobb. Tehát nyilván, mert ugyanabban az anyamélyben töltötték az első majdnem 9 hónapjukat, biztos, hogy jobban ráéreznek egymásra. Ez így van. Hogyha az élet hoz majd, mert hoz mindenféle történet. Visszatérek, bocsáss meg, a kiskamaszkoruk rendkívül problémás volt. És aztán ezt a helyzetet ők olyan ügyesen áthidalták, hogy egymást nevelték, mikor már én úgy éreztem, hogy tehetetlen vagyok, és egymást figyelték, és egymást segítették. Uh-huh. Úgyhogy ez a mai napig azért megvan, uh-huh. hogy van, hogy én visszavonulok, meg sem kell szólalnom. Uh-huh. Tehát amiben sokkal nehezebb volt eleinte, az később ezerszer visszajött abban, hogy ők egy egységet alkottak, és nem volt szükség folyton anyai kontrollra, apai kontrollra, mert ők egymást, hát a testvérek amúgy is, de az ikre gondolom még inkább. Igen, ez most például a párkapcsolati témánál ez nagyon erősen előjön, úgyhogy szegény lányoknak, illetve fiúnak nagyon fel kell kötnie, mert erőteljesen megvizsgálják. Nem én vagyok a gonosz anyós, mert én meg se szólalok, csak mosolyogva háttérbe húzódom. Ők elintézik. Ja, hogy nyíltan véleményt mondanak a másik választottjáról. Úgyhogy nekünk a férjemmel ezzel nem kell foglalkoznunk. Hát reméljük, hogy tényleg jól választanak majd, és bízunk benne. Ők is
szép házasságokban fognak élni. És akkor még arról, hogy ez a hatalmas lendület, és ez az elhivatottság, ami a hangképzést benned újra és újra munkálja, ebben mit szeretnél még továbbiakban megvalósítani? Mi az, ami még izgat, hogy még benned van, mert hatalmas tudás van benned, nyilván tapasztalat, nyilván átadni, és esetleg leírni, vagy másokat igen. oktatni, akik majd oktatnak. Igen. A leírással kapcsolatosan már voltak kezdeményezéseim, de azt egy picit későbbre tolnám. De én nagyon szeretnék még sok emberrel találkozni. Jaj, egy nagyon fontos dolgot elfelejtettünk. Igen? Hát nem mellesleg, te közben a teológiát is elvégezted. azért úgy mellesleg. Hány évesek voltak akkor a gyerkőcök? Körülbelül? 8. Tehát 3-8 éves gyerek mellől mentél te 5 évig tanulni, vagy 4? Igen. De kőkemény vizsgákat is, szakdolgozat, meg minden. Hogy jut ilyen az eszébe egy 3 gyerekes anyának? Hát nézd, egyrészt volt a dolognak egy nagyon erőteljesen problémás része, hogy lehet túlélni egy ilyen helyzetet. Igen. Másfelől viszont volt egy olyan hála bennem, amit nem lehet elmondani, és mikor ők kicsik voltak, és együtt voltunk, és emlékszem arra pillanatokra, hogy milyen erőteljes Isten élményben volt részem, hogy együtt etettem őket, itt ült Ferikém, itt ült Évikém, és a Cumi a könyökhajlatomban volt, Iván fiam a térdemre hajtotta a kis fejét, és a másik térdemmel adtam a cumisüveget, és akkor ez a kezem még így fel is szabadult. És hát ez egy olyan élmény volt, és egy olyan, és sokszorosan olyan, amit egy anyuka megél az egy gyermeke születésével kapcsolatban, azt én hatványozottan éltem meg, és tulajdonképpen azt a dolgot éltem át, hogy a szeretet, mint ahogy a gyűlölet. Mind a kettő fizikai egység. Nagyon érdekes. Uh-huh. Tehát ahogy a gonosz dolgok is szinte megfoghatóak időnként, de most azokról nem beszélünk, a szeretet is egy abszolút megfogható dolog. És hogyha az ember ebbe bele tud kapaszkodni, akkor az egy nagyon nagy dolog. Tehát ezzel én foglalkozni szerettem volna, hát én egy nagyon cserkész módon, ugye közepes eredménnyel elvégeztem, szegény Kránitz professzor, mit szenvedett, amikor a szakdolgozatom készült, és a szakdolgozatom címe is a csodák voltak, mert ez a dolog engem nagyon érdekelt. És a mai napig járok lelki gyakorlatokra, Kunszentmártonba, ahol nagyon-nagyon jó előadásokkal segítem, hogy ez a dolog életben maradjon, és hogy ami az életben a nehézség, ami annyira képes minket még egy ilyen helyzetből is nyilván elvinni olyan utakra, hogy elkeseredettséget, vagy reménytelenséget, vagy csupa olyan rossz dolgot érez, amivel éppen nem szolgálod se a magad, se a gyerekek, vagy a társaság, vagy az iskola javát, akkor ez nagyon elgondolkoztató, tehát nagyon észnél kell lenni szinte minden nap, ébernek kell lenni, és hát, mint mondottam, nagyon cserkész vagyok ebben, nagyon. Ne szerénykedj, mert azért azt 3 gyerek mellett fél évenként komoly vizsgákat letenni, azzal nem adták ingyen. Tehát az azért egy hatalmas bűvészkedés kellett, hogy legyen, hogy otthon is rendben legyen minden, és hogy te eljussál egyáltalán az előadásokra, és aztán sikeresen letedd a vizsgákat. Igen, hát azért mindig valaminek a rovására, azért az egyensúlyozást mindig valaminek a rovására megy, és
Emlékszem, hogy nem is olyan régen újra felvetettem a férjemnek, hogy újra tanulnék valamit a bárcin, ami úgy a foniátria felé egy picit, hogy azért a papírokkal is egy picit jeleskedjen. És akkor ő kérte, hogy ha lehet, várjak ezzel, mert annyira megviselte őt az az időszak, neki akkor még annál is jobban helyt kellett állnia. Tehát azért igen, a igen. Családomat megviselte, a gyerekeket, azért a feszültség is egy olyan egység volt, ami állt. Hát a háromból egy biztos mindig sírt. Na, akkor nem? Már nem sírtak, mert akkor nagyocskák voltak, de hát probléma az volt. Tehát garmadával, meg az intézményekkel, az iskolákkal voltak időnként problémák, amit azért elég nehezen tudtam átélni. Igen, és mégis azért ő a család fenntartó, tehát igen. Mindenképpen ő volt az, aki a biztosabb kenyérkereső. Hát ugye klasszikus eredeti rendszerint is így van nálatok meg. Egyszerűen az élet is ezt hozta. De úgy látom, hogy nagyon büszke a gyerekeire, és lehet is rájuk büszke. Hát ő egy tyúk apóka. Igen. És muzsikáltok is együtt. Majd bejátszásban. Nem majd... gyakran, de azért időnként igen. Mindannyian a színpadon vagyunk. Szóval tulajdonképpen a hála vitt téged a teológiára. Igen. Igen, ez nagyon jó. Hát én is nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy részese lehettem ennek a csodának. Belecsöppentem, és akkor úgy ott voltam melletted.
Igen, együtt sírtunk, együtt nevettünk. Amikor nagyon szomorú vagyok, és úgy egy kicsit kételkedni kezdek, akkor sokszor jut az eszembe, hogy a Jóistennek ez egy akkora jele volt az én számomra és az én életemben. Az, ami veled történt, hogy nem szabad elkeseredni, még egy ilyen látszólag vesztes helyzetből sem. Mert akkor azért 26 évvel ezelőtt, hát eléggé sírtunk, és el voltunk enődve, hogy mi lesz ebből. És lám, jó Isten mosolygott egyet, és elküldte a segítő embereket, te fogadtad a segítő embereket, megtetted, amit rajtad múlott, és megajándékozott mindannyiunkat. Köszönöm, hogy ezt mondod. Így érzem. Azért nekem van egy ilyen borús oldalam is, és akkor ugyan olyankor elszégyellem magam. Uh-huh. És emlékszem, egy vicces történet volt, lógó orral gyóntató szék, de előtte a gyerekeim is voltak, és egy nagyon édes, idős atya, békési atya gyóntatott is. Azt mondja, hát asszonyom, mondja csak, nem a maga három gyereke gyónt az előbb, de mondom, igen, igen. Hát akkor most menjen ki, és szégyelje magát, mert hogy magának nincs oka a panaszkodásra, hiszen mindent megkapott az élettől. Úgyhogy gyakran szégyellem magam, ezt megmondom neked őszintén. Hát és eszembe jut. Azt kívánom, hogy inkább gyakrabban örülj, mert legalább annyi okod van az örömre is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm. Megosztottad velünk ezt a csodát. Kedves vendégem itt a stúdióban, Hanes Rita, gyógytornász és gátizomterapeuta. A mai napon egy nagyon izgalmas témáról, az inkontinenciáról fogunk beszélni, és reményeim szerint hónapról hónapra vendégünk leszel, és mindig egy aktuális témát előveszünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, Mária, hogy itt lehetek, és köszöntöm a nézőket sok szeretettel. Igen, most influenza járvány van, és az én szakterületem a gátizom torna, és a gátizom gyengeségből adódó problémák. Úgyhogy ilyenkor, amikor kitör az influenza járvány, és megérkeznek a kőgős tüsszentős betegségek, akkor általában kétségbeesett telefonokat szoktam kapni a hölgyektől. Miből áll ez a kétségbeesés? Ugye, arról szól a történet, hogy amikor plusz terhelést kap a gáti terület, ugye hasűri nyomás fokozódik egy köhögés tüsszentés által, akkor a gyengülő gátizom, ami egyébként nem ad jelet magáról, és a hölgyek úgy érzik, hogy tökéletesen rendben vannak, na, ilyenkor mutatja meg magát, hogy nem tudja zárni a vizeletet teljes mértékben, és vizeletelcseppenésről számolnak be a hölgyek. Ez egy nagyon ijesztő jelenség, mert a hétköznapi életben úgy érezzük, hogy rendben vagyunk, nem is gondolunk ilyen problémára, és aztán jön egy sima influenza, ami hát azért megtörténik az emberrel, és akkor derül ki, hogy a húgycsőzáróizom nem működik rendesen, és visszatérünk a gyerekkorba, amikor is vizelet elcseppenést tapasztalunk, és ez kétségbejtő tünet valóban. Milyen korú hölgyeket érint ez a probléma elsősorban? Az az igazság, hogy egészen 35 éves kortól 30-35 éves korú pácienseim is vannak, és már innen képes megmutatni magát egy ilyen jelenség. Természetesen a változókorú hölgyeknél azért gyakrabban fordul ez elő, de igazából statisztika nem készült erről, hogy a kor szerint milyen megoszlásban fordul elő ez a tünet, de tény az, hogy ez mindig a gátizomgyengülésnek az első jele, és erre fel kell figyelni. Ami nagyon megtévesztő, hogy amikor elmúlik a túlterheléses állapot, tehát elmúlik a köhögés és a tüsszentés, meggyógyul az ember szépen 7 nap alatt körülbelül, akkor elmúlik. És hajlamosak vagyunk azt gondolni ilyenkor, hogy hát ez akkor semmi probléma, biztos csak a nátha miatt volt. Itt innen szeretném üzenni a hölgyeknek, hogy ez nem így van. Tehát, hogyha tapasztalnak ilyen jellegű tünetet, akkor
Ez azt jelenti, hogy innen már kezelésre lenne igazából szüksége ennek a területnek, és akkor tudnánk elkerülni a későbbi komolyabb problémákat. Mert hogy ez a dolog nem áll meg ezen a ponton, csak picit visszahúzódik, de a hátterében ott van ez a gátizom gyengeség, ami magától nem oldódik meg. Mint ahogy az összes izmunk gyengül 30-40 éves korunk után, úgy természetesen ez a terület is. Igen, ez így van, mert hogy itt is ugyanolyan minőségű izmok vannak. A gátizmok ugyanolyan minőségű izmok, mint egy farizom vagy egy hasizom. És ugye, ha kockás hasizmot akarunk, akkor azért keményen kell edzeni és sokáig, és sokat kell azt az izmot gyakoroltatni. Hát a gátizmokkal is így van, hogyha nem edzük őket, akkor el fognak gyengülni, és lötyögősek lesznek, és ez nem is annyira esztétikai kérdés, sőt egyáltalán nem, hanem inkább egészségügyi kérdés. Tehát akkor mit tehetünk, hogy ezeket az izmokat szinten tartsuk? Igen, hát ha izomról beszélünk, akkor annak egyetlen egy orvossága van, hogy edzeni kell, és ezen a picike tenyérnyi területen nagyon sok izmunk van egyébként, megdöbbentő. Mindig csodálkoznak a hölgyek, amikor egy picit az anatómiába beavatom őket, és megdöbbennek, hogy mennyi-mennyi izom van itt. Ez egy izmos kötőszövetes rendszer egyébként, ami alulról hivatott alátámasztani a kismedencei szerveket, és hogyha ez nem kellően erős, akkor egyrészt az árásban nem tud szerepet játszani, hogy ezt tapasztaljuk is ugye az inkontinencia megjelenésekor, de lehet ez székletinkontinencia is, tehát nem csak a húgcsőre vonatkoznak ezek a gyengülési folyamatok, és a legrosszabb eset, hogy elkezdenek süllyedni a szervek, hogyha ez a terület nem támaszt alá rendesen, és nem elég erős. Tehát akkor megsüllyed a méh, a hólyag, a végbélterület, és ezt sérvnek hívja az orvostudomány, bár nem úgy néz ki, mint a jól ismert lágyéksérv, tehát itt nem záródik ki semmi, hanem süllyed a terület. Mi a megoldás? Tornázni kell. De ez a torna nagyon speciális. Én még nem találkoztam olyan hölgyel, aki meg tudta volna ezt tanulni könyvből. Azért, mert lehet rosszul is csinálni. És nagyon sok apró pici részletből áll az össze, hogy a hölgyek ezt jól csinálják. Ha jól csinálják, akkor viszont tökéletesen működik, és például az inkontinens nőknél 95%-ban tünetmentessé válnak a hölgyek, és hát egyéb nagyon sok pozitív, úgymond mellékhatása van annak, hogyha valaki tornázik ebbe ezzel a területtel. Ugye ez tudományos vizsgálat igazolta, a Flór Ferenc kórházban csinálták a funkcionális gátizomtorna gyakorlatokkal ezt a vizsgálatot, és azt tapasztalták, hogy 10 hét torna után az érintettek 97%-ának megszűntek a panaszai, és a hüvelyizomerő 285%-ot fejlődött, az izmok állóképessége, a hüvelyizom állóképessége meg 485%-ot fejlődött. Tehát ez egy döbbenetes eredmény egyébként, hogy ezek az aprócska kis izmok milyen teljesítményre képesek. És mennyire fontosak? Őrülten fontosak, csak igazából olyan rejtetten helyezkednek el, és olyan szerényen húzódnak meg a testünkben, hogy nem is gondoljuk, hogy ez mennyire fontos, és hogy mennyi minden múlik rajta. Ami még nagyon érdekes ebben a kérdésben, hogy ez egy nagyon sok tényezős folyamat. Tehát rengeteg rizikófaktor van az életvitelünkben, arra vonatkozóan, hogy a gátizom hogy terhelődik túl. Tehát igazából nem gondolunk rá, hogy ez a terület túlterhelődhet. Ugye az állatvilágban a négykézlábas, az emlősöknél, ugye a döntő többségük négykézláb jár, négylábúak, és ott a gát nem kap akkora terhelést, mint éppen a függőleges testhelyzetből fakadóan, mert megváltozik a terhelés iránya. Na most a kismedencei szerveket tartó szalagok rögzítik a kismedencében, és ezek kötőszövetből állnak, tehát nyúlékonyak. Ha túlterheljük őket, megnyúlnak. És hogyha megnyúltak, akkor sajnos ezek a bizonyos szervi süllyedések, amit az előbb említettem, ezek megindulnak, különösen akkor előre haladtával, de itt azért nem kell nagyon idős korra gondolnunk. Tehát ez mondjuk 40 pluszosan már megkezdődhet ez a folyamat, és hát nagyon, nagyon komoly kellemetlenségeket okoz. Most, amikor tanítom a gátizomtornát a hölgyeknek,
akkor nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket az életvezetési javaslatokat megkapják, és hogy tisztában legyenek azzal, hogy hogyan tudják elkerülni a túlterhelődést, és ezt a bizonyos túlterhelési, süllyedéses folyamatokat ne indítsák el maguknál. Gondolok itt például nagyon prózai dolgokra, hogy az ülőmunka sem tesz jót ennek a területnek, hiszen rajta ülünk egész nap, 8 órát, 10 órát, ez a terület keringését mindenképpen hátráltatja, és egy rosszabb keringésű területen nehezebben tudnak az izmok szinten maradni is akár. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Örömmel, köszönöm szépen.